Köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Ebben a műsorban arra kérem önöket, hogy jöjjenek velünk egy történelmi utazásra. Utazásunk apropója, hogy szeptember 2-án hunyt el 1031-ben Imre Herceg, Szent István király, István király gyermeke. Az ő történetét szeretnénk felidézni a következőkben, és ezért hívtunk szakembert is a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Szabados György történészt, a Siklósi Gyula Város Történeti Kutatóközpont, a Szent István Király Múzeum munkatársát, illetve a László Gyula Intézet igazgatóját. Köszönöm, hogy időt szántál ránk, és segítesz nekünk felidézni Imre Herceg életét. Köszönöm a meghívást, köszöntelek, és köszöntöm a kedves nézőket is. Úgyhogy akkor egy nagy időutazásra megyünk, majdnem 1000 évbe, illetve hát ha azt veszük, hogy 2031-ben már 1000 éve lesz Imre Herceg halálának, akkor ez egy igen nagy időutazás lesz, és egy olyan személyt kell valahogy felidéznünk, akinek az emlékezete nehezen adja meg magát, és erről nem is annyira ő tehet. Ahhoz, hogy felidézzük őt magát, mindenképpen fel kell kutatni az ősöket, és beszélnünk kell az ősökről, míg eljutunk a születése dátumáig, ami, ha jól tudom, annyira nem pontos, mint a halála dátumáról, amit tudunk. Születését 1000 és 1007 közé teszik, a születési helyét egyéb iránt a hagyomány Székesfehérvárra helyezi, ami azon nagyon érdekes, mert itt született és itt is temették el, tehát akkor Székesfehérvár foglalja keretbe az ő sajnálatosan rövid életét. Megmondom, miért valószínűbb az 1007. esztendő, mint születési dátum. Itt akkor a szüleihez kell visszakanyarodni, akik nem akárkik voltak. Ugye apai részről ugye Vajk István, az utolsó magyar nagyfejedelem, egyszer mint az első magyar király. Anyai részről pedig hát az édesanyja a Bajor hercegnő, Gizella Bajor hercegnő volt, ami mondjuk a Bajor annyiban félrevezető, hogy ő a Szász Liudolfing házból származott, az Ottók dinasztiájából, tehát a kortárs német-római császár dinasztiának volt egy oldalági rokona ez a Gizella. 995-ben vagy 996-ban ment nőül Istvánhoz, tehát a dátumból is lehet látni, hogy ezt a házasságot még az apák hozták tető alá, tehát mármint Géza nagyfejedelem és Henrik Bajor herceg, ugyanis István 997-ben vette át az uralmat. Na most ez itt még mindig nem Imrénél, hanem szülei személyes őstörténeténél tartunk, de itt 982 az a dátum, amihez nagyjából István és Gizella születési idejét helyezhetjük. Egy nemzedékkel később már kijön az ezres dátum, viszont azt tudjuk, hogy Imre, hát ugye eredeti nevén Henrik, mert ez a Henrik az később változott a magyar hagyományban Imrévé, tehát Imre nem az első fia volt Istvánnak, hanem a második, vagy talán még fiatalabb. Ezt azért nem tudjuk, mert van az István életéről írott nagyobbik legendá, vagy homályos utalás arra, hogy ugye Istvánnak sok kicsin gyermekét ragadta el a halál. Imre egyik bátyjának késő középkori forrásból tudjuk a nevét, ez Ottó volt. Honnan ezek a nevek, Ottó és Henrik? Ugyebár a Szász dinasztia, amelyik a német-római császárságot megalapította, és hát egy ideig tartotta, annak a fő ága volt az Ottók ága, ám harmadik Ottó, akinek kezdeményezésére Szilveszter pápa koronát küldött Istvánnak, ő 1002-ben fiútód nélkül hunyt el. És akkor előkerült az oldalág, ugyanúgy férfiág, de oldalág, Gizella, akkor már magyar királyné bátyja, Henrik lett
a német-római király, majd császár. Ez a Henrik, második Henrik, később Szent Henrik, ugye Szent István sógora, 1002 és 1024 között uralkodott. Tehát már megvan az Otto és a Henrik név. Nyilvánvalóan ez erőteljes német hatást tükröz, de nagyon-nagyon fontos volt egy német krónikás megjegyzése, hogy Gizellát igazán a neve szerint a hitkezeseként küldték Magyarországra, és adták Szent István királyhoz, miután az keresztény hitre tért. Igaz, hogy ekkor még nem volt ugye király István, de nagyon fontos ez a szójáték, hiszen a hitkezesjeként a német Geisel kezes vagy túsz jelentésű szóval játszott Reichenaui Hermann krónikás. Tehát Gizellának küldetése volt, az volt a küldetése, hogy ő szilárdítsa meg a Magyarország és Német-Római Birodalom közötti politikai szövetséget. Ugye a korszokása szerint ez egy dinasztikus összeköttetés kellett, hogy legyen, hiszen ez volt a legerősebb politikai kapcsolat. Igen ám, de ennek az volt a következménye, hogy Gizellának az is volt a küldetése, hogy az Árpád-ház az ő vonalán, az ő általa szentesített vonalon menjen tovább, hiszen akkor az Árpád-háznak keresztény és pogány ága is volt. Hát ugye erre fut ki István és Koppány küzdelme, és azáltal, hogy István 997-ben legyőzte Koppányt, azáltal megteremtődött annak a politikai lehetősége, hogy ezen az István-Gizella vonalon menjen tovább az imáron hivatalosan keresztény magyar dinasztia, és ez csináljon egy hivatalosan keresztény monarchiát a magyar államból. Na, megvolt a politikai feltétel, igen ám, de a folytatáshoz biológiai feltétel is kellett. És ha már elkezdtük, hogy miért születhetett Imre inkább 1007-ben, mint sem 1000-ben, azért, hogyha néhány gyermek, vagy csecsemő, vagy nagyon-nagyon zsenge korban elhunyt utóddal számolunk, akkor életszerűbb mindenből Henrik Imre születését 1007-re kell tezni. Ha már a testvérekről van szó, és aztán visszatérünk természetesen Imre történetére, lánytestvére volt-e? Tehát volt-e István királynak lánya? Kellett, hogy legyen, de mi már annak is örülünk, hogy a nagyobbik testvérek közül legalább Ottót tudjuk nevesíteni. Visszatérve akkor a szülőkre, milyen vért örökölt apai ágról és anyai ágról Imre herceg? Tehát csak hogy próbáljuk az ő jellemét leírni, ahhoz ezek fontos kérdések lehetnek. Azért nagyon jó ez a kérdés, mert most hirtelen eszembe jutott a Szent Imre legendából ismert Szent Imre kép. Hát ehhez képest teljesen másmilyen természetet örökölt, ugye? Vegyük az apai ősöket. István azért egy elég keménykezű uralkodó volt, még akkor is, hogyha tudván tudjuk, Koppányt nem elevenen vágatta négybe, hanem Koppánynak már csak a holttestét vágatta négy felé, hogy így országa négy kapuriára kitűzve hirdesse saját győzelmét. De aztán később is tudjuk Istvánról, hogy vazult unokatestvérét saját maga vakítatta meg. Géza pedig, tehát hogyha István szüleit veszük, Géza és Sarolt, hát ők, hogy is mondjam, még súlyosabb esetet képeztek. Géza, amikor álmot látott, István születését megjósoló álmot, akkor kifejezetten az István legenda leírja azt, hogy nem neked rendeltetett az, amit az elmédben forgatsz, mert kezedet embervér szennyezi. Tehát Saroltról ugye merzeckburgi Tietmár püspök leírásáról tudjuk azt, hogy egy nagyon harcias természetű, kemény akaratú fejedelemasszony volt, aki azért az italt is jól bírta, férfi módra ülte meg a lovat, és egy embert haragjában megölt. Na már most, jöjjenek az anyai ősök. Gizelláról személy szerint ugye ilyen érdekes történetek nem maradnak fenn. Az, hogy később a krónika Gizellát teszi meg Orzeoló Péter bűntársaként vazul megvakítójának, ez semmiképpen nem állja meg a helyét, sőt,
István leányági unokaöccse, a már özvegységre jutott Gizellával kifejezetten méltatlanul bánt. De ne szaladjunk ennyire előre, hanem szaladjunk egy kicsit hátra, Gizella apja, Civakodó Henrik bajor herceg. És akkor ezzel mindent elmondtunk. Más kérdés, hogy Gizella bátyja, ugye Szent Henrik, német-római király, majd császár, tehát ott se volt azért mindenki annyira nagyon kemény és harcias, de azért lehet látni, hogy Imre herceg felmenői bizony nem voltak olyan békés és jámbor emberek, mint amilyen békés és jámbor portrét Imréről a Szent Imre legenda fest. Már-már itt ottam ott finomnak, nőiesnek írják le, ami akkor ezek szerint nem igaz, de honnan jöhet ez a legenda? Ez a legenda ennek a történetnek az alapja, kizárásos alapon én szerintem onnan jöhet, hogy Imre herceg és bizánci felesége nem hagyott hátra utódokat. És akkor már innen egy lépés azt feltételezi, hogy ők szűzi házasságba éltek, így ilyen légies alakot kreálni az ő személyiségükből, aminek egyébként nem zárhatjuk ki a valóság tartalmát, hiszen érdekes módon állítólag Szent Henrik császár is szűzi házasságban élt saját feleségével. 1024-ben ki is halt a Szász dinasztia, de Imre én szerintem nem engedhette meg magának ezt a luxust, hiszen István fiai közül ő maradt utoljára életben. Az ő neveltetése nem akármilyen volt, hiszen István neki dedikálta az intelmeket, az első magyar államelméleti értekezést. Tehát, hogy most annak a latin nyelvű kis erkölcsnemesítő didaktikus munkának ténylegesen István volt-e a szerzője, nem valószínű, és ez mellékes kérdés, mert az értelmi szerzője egészen biztosan István volt. Tehát Imrét trónra, uralkodásra szánta. Istvánnak lettek volna egyébként még unokatestvérei, ugye az említett Vazul, és annak a testvére Szár László, ám István saját fiát szánta utódául. Most ebből következően legalábbis, nem tudom elégszer hangsúlyozni, Imre nem engedhette meg magának a szűzi élet fényűzését, mert akkor nem az ő vonalán ment volna tovább a dinasztia. Illetve a más kérdés, hogy sors úgy döntött később, hogy ne az ő vonalán menjen tovább, de ez Istvánnak nyilvánvalóan szemben állt az akaratával, hiszen István Imrében mint nem csak vérszerinti, hanem mint felkészített politikai fiába, örökösében látta a garanciát a saját életműve folytatására. Éppen ezért, amikor 1031-ben Imre meghalt, akkor István e tekintetben nagy gondba esett, hogy akkor kire bízza az országot. Talán meghatározó volt személyiségét tekintve a nevelője is, aki Velencéből érkezett és szerzetes volt. Igen, egy ideig, hát erről is vita van a kutatásban, de én szerintem nem lehet kizárni azt, hogy Szent Gellért, hiszen a későbbi Gellért püspökről, a későbbi Szent Gellértről van szó, részt vett tevékenyen Imre nevelésében. Tehát azért mondom, hogy erről az oldalról is, tehát egy nagyon jó keresztény királynak szóló felkészítést kapott Imre. Aki tulajdonképpen tényleg azért is érkezett, és azért hívatta ide Szent István király, hogy 7 éven keresztül a fia nevelését támogassa. Említetted már a feleséget is, tehát erről is ritkában hallani, hogy tulajdonképpen Szent Imre hercegnek volt felesége. Volt felesége, mivel ez a házasság gyermektelen maradt, így még a neve sem biztos, éppen ezért róla sajnos nem tudunk többet mondani. Tehát csak annyit, nagyon sok történelmi szerepről körülbelül csak annyit tudunk mondani, hogy volt, és hogy körülbelül kinek a kije volt. Ebben a korszakban, a 11. század elején sajnos ez gyakori. Például akkor mondom azt, hogy itt van Szent István két unokatestvére, Vazul és Szár László. Mi lett Szár Lászlóval? Teljesen
eltűnt a történelem színpadáról. Volt neki egy Bonuszló nevű fia. Mikor született Bonuszló? Mikor halt meg Szár László? Nem tudjuk. Tehát tele vagyunk ilyen emberekkel, akik csak egy villanásra tűnnek elénk, sajnos. Ha Szent Imréről van szó, akkor tényleg kell az intelmekről beszélni, hiszen magyarságnak ez egy nagyon fontos írománya. Egy kicsit, hogyha mondanál erről többet, bontsuk ki jobban, hogy mit jelent mindez. Az intelmek ugye a műfajából adódóan egyfajta királytükör, egy erkölcstanító, erkölcsnemesítő, egyszeres mint uralkodásra felkészítő könyvecske, azért mondom így, mert libellus, tehát ez a latin könyvecske, kiskönyv tükörfordítása, ami ugye az intelmek megjelölése. Tehát itt tényleg a keresztény hit megőrzéséről, az egyháziak tiszteletéről, a jövevények értékéről, megbecsüléséről, az apai példakövetéséről, egy az égi, földi, majd megint az égi szférába visszaemelkedő, ilyen retorikusan jól megkomponált műről van szó, hogy itt lényegében mindenről lehet tudni, nagy általános elviekben, ami kell ahhoz, hogy valaki király legyen, keresztény király, és ne zsarnok. Bocsánat, hogy ennyire lehozom, tehát aféle receptkönyvről van szó? Erkölcsi receptkönyv. Ez hagyomány az Árpád-házi királyoknál? Később hagyomány lett? Tehát ez jellemző? Hogy valamilyen szinten képezték gyermekeiket, ez több helyről is előfordul, de intelmeket csak Szent István királytól ismerünk. Azt mondjuk, érdekességképpen megjegyzem, hogy harmadik Béla királyunk, aki István után először adta első szülött fiának, vagy legalábbis fiának a Henrik nevet, amiből később szintén Imre lett, tehát ő lett Imre magyar király. Ő nagy gondot fordított fia neveltetésére, hiszen ő Perugiai Bernátot, a későbbi spalatói érseket kérte meg arra, hogy amikor László szentély avatásának ügyében Magyarországon járt, akkor fiát Imrét nevelje és tanítsa. Tehát azért mondom, ez egy érdekes adalék arra, hogy akik tudták, vagy legalábbis jókkal feltételezték, hogy gyermekük király lesz, azok fordítottak gondot a gyermek nevelésére, ilyen királyként való nevelésére is, de mondom, intelmek, az csak Ismántól maradt fent írásban. Amikor készültem, és én is olvastam azt a legendát, hogy egyes feltételezések szerint inkább olyan finom, fiatal embernek gondolták, mindjárt ellentmond maga a halál története, hiszen egy vadászaton járt. A halál történet is ellentmond, és ellentmond mindennek a halálát megelőző utolsó életszakasz, felnőtt kora. Induljunk ki ebből. Megint a rokonsághoz kell folyamatni ahhoz, hogy Imréről beszélhessünk, mert szegény Szent Imréről valamihez, vagy valakikhez képest tudunk elsősorban beszélni. Ugye 1024-ben kihalt a Szász dinasztia, és egy száli frank uralkodóház került a német trónra. Ekkor megromlott a magyar-német viszony, amely 1030-ban és 1031-ben háborúskodásba is torkollott. Ekkor második Konrád császár megtámadta Magyarországot azért, hogy elfoglalja, alávesse. Csúfos vereséget szenvedett, a magyar ellentámadás az Bécsig hatolt. István volt az első magyar király, aki elfoglalta Bécs városát, úgyhogy nyögte István búshadát Bécsnek büszke vára, mondhatta volna erre Kölcsey Ferenc, hogyha akkor Bécsnek lett volna büszke vára. És nem Mátyásról szólna a történet. Igen. Akkor Mátyás király idejében második magyar király, aki elfoglalta Bécset, és egyébként zárójelbe teszem meg a második magyar király.
akit Bécsből Székesfehérvárra hoztak el temetni, mert az első ilyen magyar király, ez harmadik László volt. Tehát Mátyás király idejében már Bécs az egy jelentősebb központ volt, mint Szent István idejében, de azért a német évkönyvek jónak látták ezt feljegyezni, hogy István, hogy a magyarok bizony Bécset is elfoglalták. Na most miért volt különösen Szálka a Konrád német-római király majd császár szemében Szent István, illetve Szent Imre? Konrád ugyanis apai felmenői révén oldalágról volt rokon az Ottók Szász dinasztiájának. Csak hogy Imre herceg édesanyja Gizella révén közvetlenedből származott a Liudolfing háztól, vagyis ha sarkosan akarjuk megfogalmazni, Imrében több volt a szász vér, tehát 50%, mint ebben a frank Konrádban. Vagyis Imre egy potenciális trónkövetelő lehetett volna a német-római császárság szempontjából is. Tehát, mert egyébként ez egy klasszikus eset, ott, ahol kihal egy dinasztia, ott rendesen, főleg itt a korai középkorban, ahol egy dinasztikus berendezkedés működik, leányági leszármazottak következnek. Így volt ez Magyarországon 1301-ben is, amikor kihalt az Árpádház fiágon, és három leányági leszármazott, egy nápolyi, a később győztes nápolyi Anzsú, egy cseh Psemisz, és egy bajor Wittelsbach házbeli versenyző indult harcba a magyar trónért. Na most nem tudjuk, hogy Imrének volt-e ilyen szándéka, vagy István adott esetben biztatta volna-e fiát a császári trón megszerzésére. Azt viszont tudjuk, hogy Imre, amikor meghalt 1031-ben, akkor a ruszok hercege volt, avagy a ruszok seregvezére. Ez a forrásban Dux Ruizorum képpen szerepel, tehát akkor ez most értelmezés kérdése, de a szöveg, a Hildesheimi évkönyvek is úgy mondja, hogy ugye béke kötetett a magyarok királyával, és hát akkor ezután nem sokkal Imre az oroszok hercege, vagy a ruszok hercege, vagy főparancsnoka egy vadász balesetben siratni való módon odaveszett. Tehát Imréről annyi, hogy ő ténylegesen egy fegyverforgató fiatalember volt, és mondjuk ki, egy potenciális német-római császár. Nem közelben hunyt el, hiszen a Bihar megyében, ha jól tudom, a mai Románia területén, tehát az őt Székesfehérvárra szállítása sem lehetett egyszerű történet. Vannak-e ezzel kapcsolatban feljegyzések? Nem tudjuk, hogy melyik erdőben hunyt el. A bihari Ikfon erdő, ami valójában már a Bihar, a történelmi Bihar megyének az elcsatolt területén fekszik, az volt a királyok vadász erdeje. Bár királyok vadásztak Csepel-szigeten is, tehát több lehetőség merül fel. Ha azt veszük, hogy akkor a német háború után nem sokkal halt meg Imre, tehát akárhol vadászhatott, de a legvalószínűbbnek talán mégis ez a bihari Ikfon erdő tűnik. Az, hogy királyi holtesteket, vagy dinasztikus, akár esetben hercegi holtestet honnan szállítanak hová, ezek nagyon fontos emberek voltak. Nem tudjuk, hogy azon a szeptemberen, 1031 szeptemberében milyenek voltak az időjárási viszonyok, hogy hogyan lehetett hazahozni egy holtestet, de ha meggondoljuk azt, hogy például a gyermekként elhunyt harmadik László királyt májusban hozták haza Bécsből Székesfehérvárra, vagy korábban Szent Lászlót, aki mintegy 55 éves korában Nyitra környékén hunyt el, onnan szállították egyenesen Nagyváradra, vagy a szerencsétlen, és hát
dicstelen szerepet játszó IV. István ellenkirályt 1165 áprilisában, amikor Zimony várában ugye megmérgezték, és holttestét kidobták, egy darabig temetetlenül hevert, kidobták az ablakon, azért azt mégiscsak összeszedték, ami maradt belőle, és hazahozták Székesfehérvárra. Tehát ez ebben az időben nem volt gond. De ami nagyon-nagyon fontos, és ezt konkrétan tudjuk Imréről, hogy a magyar királyság koronázó templomában, Károly János szavaival élve, a magyar nemzet álladalmi templomában, a székesfehérvári Szűz Mária bazilikában, ahol 1000 és 1027 között minden magyar királyt megkoronáztak, igen, Szent Istvánt is, ebben a templomban az első dinasztikus temetkezés az nem Szent Istváné volt, hanem Szent Imréé. Ugye Istvánnak meg kellett érni ezt a hatalmas tragédiát, hogy utolsó életben maradt és egyedül felnőtt kort ért fiát kellett sírba tennie. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Kedves nézőink, az elmúlt 25 percben Szent Imre életét idézte fel nekünk vendégünk, dr. Szabados György. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!